Szegény embert az ág is húzza. Nem elég, hogy a klub vezetése a következő két meccsre 6 pont megszerzését írta elő Mátyus János vezetőedzőnek, péntek reggel kiderült, hogy Tisza Tibor belázasodott, így a támadó nem is vett részt a meccs előtti utolsó tréningen. A korábban megsérült Törtei Tamás, Rudolf Gergely, Máté Péter, Vorsák Gábor és Dragóner Filip mellett így újabb meghatározó játékos dől ki a sorból. Ott volt viszont a pályán Harsányi Zoltán, aki a 2014-2015-ös szezonban 18 meccset játszott a Puskás Akadémia színeiben. Nagyon sok barátot szereztem ott, szóval várom őket is. Amit várok a mérkőzéstől, az egy nagyon nehéz mérkőzés. Tényleg olyan játékosok alkotják mindkét keretet, hogy NB1-ben is meghatározóak voltak, vagy lehetnek még, és lesznek. Úgyhogy nagyon nehéz találkozóra számítok. A nyíregyháziak közül Heffler Norbert számára is különleges lesz a mérkőzés, mivel a vendégeknél szerepel a középpályás bátyja Tibor is. A fiatalabb testvér abban bízik, hogy a felcsútiak sikerélmény nélkül távoznak majd a városi stadionból. Szeretnénk megnyerni a meccset mindenféleképp. Az másodlagos, hogy hogyan. Igen, a tesóm az ellenfélbe játszik, de ez igazából nem motivál semmilyen szempontból. Tényleg szeretnénk megnyerni a meccset, a 3 pontot, ennek érdekében mindent megteszünk, és remélem, hogy nyerünk. A nyíregyházi győzelem ezúttal a kötelező feladat kategóriába tartozik. A játékosok is mindenképpen szeretnének megfelelni a klubházból és a lelátóról érkező elvárásoknak. Biztos, hogy nagyobb a nyomás rajtunk, mint eddig volt. Ugye az edzőért is játszunk, magunkért is játszunk, pontokért, és nem utolsó sorban a nézőkért. Úgyhogy a hazai pályán más nem is elfogadható most, mint hogy a 3 pont. Harsányi Zoltán eddig 2 gólt szerzett a szezonban. Reményei szerint a Puskás Akadémia elleni meccsen növelni tudja góljai számát a támadó. Azt se bánnám, ha most ezen az egy meccsen meg tudnám duplázni a gólok számát, de ami a lényeg, az az, hogy a csapat nyerjen, és hogy otthon tartsuk 3 pontot. A Nyíregyháza Spartacus Puskás Akadémia mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik. A további párosítása következő: Cegléd Budaörs, Grosics Akadémia Soroksár, Dorog Szolnok, Siófok Kisvárda, Mosonmagyaróvár Sopron, Vác Szeged, Balmazújváros Kozármisleny, Zalaegerszeg Békéscsaba és Csákvár Cigánd.